Itt Tóth Kálmán Puskás és az Aranycsapat diadalai könyv szerzője. A könyv kapható angolul is, magyarul is, amazon.com weboldalon, és kapható a könyvesboltokban Magyarországon, talán Erdélyben is, magyarul. Itt látjuk a lira.hu oldalát, ha véletlenül nem lenne könyvesboltba, tessék kérni a pénztárnál, hogy rendeljék meg. Most pedig Bernben vagyunk, 1954. július 4-én, a végzetes napon, amikor az aranycsapatnak vége volt. 3-2-re vesztett Németországtól. Itt látjuk a toronyórát, Toblerone-val. Ungár 0, Deutschland 0. Ez egy beszínezett kép. Itt látjuk hidegkútit, amint veszélyes helyzetet teremt. Turek a német kapus, szalad ki itt pedig látjuk Libriket, aki lerúgta puskást az első német meccsen. Háttérben látjuk Lantost és Lórántot. Ez egy gyönyörű színes kép, az eredeti kép fekete-fehér. Ég és föld különbség van a színes és a fekete-fehér kép között. Szinte ott érezzük, hogy ott vagyunk, Benben 1954. július 4-én a FIFA VB döntőn. Sajnos mindhárom gól védelmi hiba volt. Az első Zakariás hibája, aki visszapasszolt Grosicsnak lassan, amit Mollok elkapott a német csatár, a másik gól Grosics hibája volt, ki kiszaladt a kapuból, beleugrott Séfer német csatárba, és a fűvön kötött ki háton Grosics a üres kapuba rán német csatár berúgta. Nem volt a kapüres, különben Lantos és Buzánszki védte, de kezüket nem használhatták. És a harmadik gólt megint rán rúgta, teljesen védtelen. Őrizetlenül. A magyar csapat védelem valahogy nem hitte az ellenfél csatárjainak a őrzésében. Ezen a meccsen Cibor rúgott egy gólt, és Puskás rúgott két gólt, azonban a második gólt a angol bíró visszavonta a oldalbíró javaslatára, aki lest kiáltott, pedig ha megnézzük a filmet, nem volt leshelyzet. helyzet. Hát ez volt az aranycsapat vége. A angol-magyar hősökből előző év 53. novemberében hirtelen antihősök lettek. 1956 előszele tört ki Budapesten, zavargások, puskás ellen, különösen sebes ellen, ez volt a 56-os forradalom főpróbája. Aranycsapat vissza se, utaz, vissza se tudott utazni Budapestre, hanem egy, egy, egy training táborba irányították őket. Itt Tóth Kálmán, az Aranycsapat könyv szerzője, búcsúzom, itt van a könyv magyarul, és itt van angolul.